Csillagnadaratával kezdjük a hetet a tőzsdén, hiszen a hétvégén felfort a hangulat a hazai hitelminősítés kapcsán. A Fitch múlt pénteken vágott minket bóvliba, de ez már nem osztott, nem szorzott. Sokkal inkább érdekes az, hogy hétvégén Christine Lagarde, az IMF vezérigazgatója, illetve Orbán Viktor is külön-külön interjújában taglalta a jövőt. Ez mindenképpen izgalmas lesz, hiszen a múlt hét végén kibontakozott forint erősödés, illetve állampapírpiaci hozam csökkenés szerintünk csak átmeneti. A piaci szereplők ismét megpróbálják majd tesztelni a korábban látott mélypontokat, így arra számítunk, hogy a következő hetekben az euroforint 323 fölé kerül, illetve az állampapírpiacon is 11% körüli hozamok alakulhatnak ki, de ez nem annak köszönhető, hogy nem bízunk a tárgyalásokban, hanem sokkal inkább annak, hogy a szereplők megpróbálkoznak még egy bört lehúzni erről a történetről, és mivel elég kemény menetnek igyekezik Christine Lagarde és Orbán Viktor meccse, amihez Fellegi Tamás is asszisztál majd a héten, ezért gondoljuk úgy, hogy van tér erre a mozgásra, de aki nem a hazai terepen keresi a befektetési lehetőségeket, ő sem fog megunatkozni, hiszen Európából majd fél kettőkor érkezik Angela Merkel és Nicolas Sarkozy duettje, ami szint ad majd az eurozónás problémáknak, illetve aggodalmaknak, illetve ma tőzsdezárás után este 10 óra után a későn fekvők találkozhatnak az Alcoa alumíniumipari óriás gyorsjelentésével, ezzel indul meg az amerikai gyorsjelentési szezon, tehát minden fontos régióból érkezik ma izgalom a tőzsdéken.